nagy megnyomással vettem tudomásul azt, hogy felvállalta a közgyűlés azt a feladatot, hogy rendbe hozzuk a képtárat. Nagyon örülünk neki, hogy visszakaptuk, és innen is tájékoztatnám a tisztelt kanizsaiakat arról, hogy olyan jelentős művészek, mint Cene Béla, Székely Bertalan, Gulácsi Lajos, Egri József, Cóbel Béla, Kmeti János, Diósi Pálya Celestin, Vénemél, Szabó Vladimir képei, és van néhány olyan képünk, ami annyira unikális, hogy országos figyelmet is érdemel, mint Gulácsi Lajosnak a Szerelmes Pár című képe, Barcsai Jenőnek a Szentendre című képe, vagy Metti Jánosnak a Hazafelé és a Csendélet című képe. Ezek nagyon-nagyon jelentős értéket, mostani leidá, leütési árakat figyelemben nagyon komoly értéket képviselnek. De amellett, hogy országos hírű és jelentőségű magyar művészek képei van a tulajdonunkba, a város tulajdonában. Emellett Erdős László, Szemenyei Ferenc, Szekeres Emil, Kotnyek István, Kustár Zsuzsa képei és egyéb művészeti alkotásaival is bírunk. Nagyon nagy öröm számunkra, körülbelül egy, egy 20 éves vágyunk teljesült, minden kanizsai büszke lehet erre, büszke lehet majd a képtárára. Ami a Másik előterjesztést illeti, tehát a... A főkertéssel kapcsolatban vitát váltott ki, valóban, de azért tudomásul kell venni azt, hogy azok a jelentősen megszaporodott feladatok, amik végül is oda vezettek, hogy a város tavaly Virágos Város kitüntető címet kapta, azok megkívánják azt, hogy nagyon magas szinten foglalkozunk ezzel a kérdéssel, főkertészi szinten. Valóban a költségvetést egy kicsit terhelő, a fizetés, de hát azt sem felejtsük el azért, hogyha a főkertész helyett volt ugye kertész, aki neki is volt ugye fizetése, de ez mindenképpen egy nagyon fontos feladatunk, nem csak az, hogy zöldebb legyen a városunk, nem csak az, hogy virágosabb legyen a városunk, hanem uram, bocsán, ne rá egy fa az autóra, vagy uram, egy személyre, és ezeket a feladatokat csak ilyen magas szinten lehet megoldani. Nagyon örülök, hogy ezt is elfogadta a közgyűlés. Bízer András alpolgármesternek volt egy módosító indítványa, amely tulajdonképpen a házan belül oldotta volna meg az új pozíció létrehozása helyett ezt a tisztet. Erről mi a véleménye? könnyű lenne most mondanom azt, hogy, hogy lesöpröm a kérdést az asztalról, de nem így beszélek, úgy beszélek, hogy az alpolgármester úr, urat az a szándék vezette tulajdonképpen, hogy olcsóbb legyen a dolog, de hát a főkertészi státuszt nem lehet összehasonlítani olyan munkakörrel, ahol valóban ilyen szemléletmóddal lehet spórolni. Sajnos ez nem így van, ahogy ő mondta, úgy van, ahogy a közgyűlés szavazott.